Jövő év közepén lép életbe az új büntető törvénykönyv. Az igazságügyi államtitkár szerint azért volt szükség a teljes kódex megújítására, mert a korábbi kormányok nem egyszer egymásnak ellentmondóan változtattak a törvénykönyvön. Valóban megbomlott az egysége és a használhatósága a BTK-nak? Erről kérdezem Bárándi Péter volt igazságügyi minisztert. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Rengeteg hivatkozás van egyébként még ezen kívül is, hogy mi minden oka volt annak, hogy módosítani kell, vagy hogy új BTK-ra volt szükség. Ön szerint kellett valóban új BTK? Hát ez minden kormánynak vágya, hogy új BTK, új BTK, új alkotmány. Na most ez a... Az megelőző BTK, tehát ami most is még hatályban van, ez valóban 1000 helyen módosult különböző okokból, tehát bizonyos fokig megbomlotta benne lévő és kívánatos egyensúly. Ha így közelítem meg, akkor valóban szükség van arra, hogy egy önmagával jobban lévő egyensúlyi állapotba hozott új BTK legyen hatályos. Ha azonban azt nézem, ami az új BTK-ban előállt, akkor ez az egyensúly ez nem lett jobb, mint a jelenleg hatályosban. Igaz, és ez már egy nagyon nagy dolog, rosszabb sem. Milyen alapvető szemléletbeli változás van a két BTK között? Az a szemléletváltozás, ami tükröződik a jelenlegi BTK-ból, az már megkezdődött egy szigorítási szemlélet. És ezeket a szigorításokat az elmúlt két évből át is vezették. Így van, így van. Tehát a jelenlegi BTK-ban lévő legkifogásolhatóbb rendelkezések azok az új BTK-ba átkerülnek. Tehát ilyen szempontból nem lett jobb a helyzet. Mire gondolok? Nem arra, még mielőtt valakinek eszébe jutna, hogy a BTK nagyon enyhe legyen, nagyon megbocsátó legyen a bűnelkövetőkkel szemben, de nem szabad olyan kategóriákat létrehozni a bűnelkövetők körében, akikkel szemben krudélis módon, tehát értelmetlen szigorral lép föl a jog. Miért nem szabad? Azért, mert akkor az önáltal kérdésben állított egyensúly megbomlik. Ha például, és hol bomlik meg most az egyensúly? Egy példát mondok, mert jogdogmatikai kérdések reggel kevéssé érdeklik az embereket. Egy kocsmai vízipisztollyal elkövetett rablás, ahol kiérkezik a rendőr, és a rendőrt mondjuk meglöki kifelé menekültében az elkövető, előtte meg még ottan valami kis verekedés volt. Ez alakulhat úgy, hogy kötelezően életfogytiglan büntetést kell vele alkalmazni, mégpedig úgy, hogy az életfogytiglan tényleges életfogytiglan. Most ez egy kellemetlen eset, ezt az embert el kell ítélni, na de ha ő kap tényleges életfogytiglant, akkor mire is ítélek egy több emberen elkövetett emberölés után valakit, ami aljas indokból, különös kegyetlenséggel történt meg? Ez összemérhető ez a kettő? Tehát ezt a helyzetet nem szabad létrehozni. 2013. július 1-én fog egyébként hatályba lépni majd az új törvénykönyv. Uh-huh. Lesz elég ideje a szakmának a felkészülésre? Igen. Ennek a kormánynak a jogalkotási színvonala az minősíthetetlen, de a BTK-nak a létrehozatala az, hogy úgy mondjam, klasszikusan történt, tehát az igazgatásban készítették elő, miniszter terjesztette a parlament elé, kellő időben, tehát azok az alkotmányos követelmények, amik az előkészítéshez, megismerhetőséghez fűződnek, az ebben az esetben kifogástalanul létezik. Tehát más törvényekkel szemben itt várhatóan nem kell majd módosításokra számítanunk? De biztos módosítgatni fogják, mert ez ma nagyon-nagyon intenzíven érvényesülő szokás. Más nem mondjak, még nem lépett hatályba, de már van egy bizottság, ami azzal foglalkozik, hogy a családon belüli erőszak, vagy a kereszténydemokraták szerint a párkapcsolaton belüli erőszak, ami persze nem fedi le ugyanazt, ennek a büntető jogi rendezése. Ez egy történjen. Civil kezdeményezés volt? Igen, de hát már működik az igazgatáson belül is.
És nyilván ugye ez az, amire most már egyrészt a civil kezdeményezés miatt, másrészt mert akkor politikai vihar is lett a dologból, egy meggondolatlan fideszes képviselői megjegyzés miatt. Tehát ez feltehetően valamilyen módon be fog kerülni a törvénybe. Hol máshol lehetnek azok a gyenge pontok, ahol módosításra lesz? Ugyanilyen viharok lesznek még. Ugyanilyen felelőtlen kijelentések, amiknek az orvoslására a legegyszerűbb megoldás a VTK módosítása lesz várhatóan. Tehát én nem hiszem azt, hogy a jelenlegi VTK az teljesen intakt módon így lép majd hatályba július 1-én. És ez nem tesz jót. Hát az volt a cél, hogy egy módosításoktól kevésbé sújtott büntető törvénykönyve legyen az országnak. És ez egy jó cél. Köszönöm szépen, hogy ezt elmondta.